Adán kezdtem, tehát adai születési vagyok, és ott kezdtem a focit már óvodáskorom óta. Igazából édesapámmal kezdtük el, meg a testvéremmel kezdtem el focizni otthon, és annyira jó ment, meg úgy éreztem, hogy ez az én sportom, hogy utána az adai csapatba, a futballcsapatba, az AFK Adával kezdtem el játszani. Onnan ott játszottam egy-két évet, utána elkerültem Zentára. Zentán is játszottam egy-két évet, utána voltak ilyen tehetség, ilyen kutató edző volt itt Tresnyevácon, az Apró Attilának hívták, akkor oda összeszedett egy kis csapatot, akik így a tehetségesebb voltak a környékben, akkor ott is játszottam egy kis ideig, és 13 éves koromban én kikerültem Magyarországra. Ott voltam elég sokat, most 11 év után, ha jól számom, 11-12 év után visszajöttem. Elég, most így kicsit azt mondom, hogy furcsa volt így visszaszokni ebbe a közegbe, hogy megszoktam a magyarországi focit, ez egy kicsit más, de ugye másfélete vagyok itt Topolyában, ez a második hetem, úgy érzem, hogy jó lesz. Kicsit az eleje nehéz volt ugye a beilleszkedés, másik kicsit a mentalitás, más minden, de úgy érzem, hogy nem lesz gond, úgyhogy jó érzem most magam itt, és remélem, hogy minél jobb lesz.